Kapos Szekcsön megnyitotta kapuit az óvoda mellé az újonnan épült bölcsőde augusztus 28-án. A megnyitót a picik kezdték táncaikkal. Az eseményen beszédet mondott Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 4 évben a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy úgy építkezzen, úgy képzelje el a jövőt, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy számunkra első a saját gyermekeink és a saját fiataljainknak a sorsa. Ezért volt az, hogy mind a Kárpát-medencében, a Magyarországon kívüli térségekben, mind pedig idehaza megindítottuk az óvodafejlesztési programjainkat, és emellett párhuzamosan pedig bölcsödéket építettünk. Óriási dolgok ezek, hiszen a nemzetünket tudjuk közösen ezzel megújítani. Ha az itthoni, csak a saját körzetemet érintő beruházásokat nézzük, csak az elmúlt esztendők néhány ilyen beruházását, akkor azt mondhatom, hogy szinte nincsen olyan település, ahol az óvodákat ne újítottuk volna fel, illetve ahol erre igény mutatkozott, és mindenhol minden igényt ki tudtunk szolgálni, ott pedig új bölcsödéket építettünk. Ezek a felújított intézmények a saját gyerekeinket szolgálják ki, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyerekek 21. századi körülmények közé kerüljenek. A magyar rendszer ráadásul jellegzetes, ezt talán itt, az itt élők nem is nagyon tudják, hogy ugye milyen napközi otthonos rendszer. Ahova a szülők beadják a gyereküket, ahol oktatási, nevelési feladatot látnak el, hiszen ezek oktatói, nevelői intézmények. Korán reggel vihetik a szülők a gyerekeket, és késő délutánig a gyerekek biztonságban vannak, étkezést kapnak, amelyet jelentős mértékben támogat a kormány, hozzájárul az étkezési költségekhez, és emellett pedig a gyermekeinket az alapvető szocializációs dolgokra tanítják meg. Amit az óvodás korban a gyerekek megtanulnak, az nélkülözhetetlen az élet további részén. Hála Istennek elérkezett ez a nap is, hogy a kaposszekcsői csillagvirág óvodánk bővülhetett egy bölcsöderésszel. Ez azt jelenti, hogy most szeptember 1-től már kaposszekcsői csillagvirág óvoda és bölcsöde lesz. Jelenleg 60 gyerek jár az óvoda részbe, 2 csoportba, és így most egy csoporttal pluszba bővült a bölcsödei csoporttal. Ez 14 férőhelyet jelentene, de mivel hogy 2 évesek alatt is vannak a csoportban, ezért a maximális 12 fővel indul szeptemberbe a csoport. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a beszoktatások miatt szeptember végére érjük el ezt a maximális 12 létszámot. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy csak kaposszekcsői gyerekekkel fel tudtuk ezt tölteni. Reméljük, hogy ez így is marad, és hát állunk elébe, hogy majd esetleg bővítés legyen, vagy pedig tényleg egy megfelelő működéssel majd minimum így vigyük tovább ezt az egészet. Nagyon régi vágy volt, hogy gyakorlatilag vagy az óvodát bővítsük, vagy pedig egy bölcsödét építsünk. Ez mindig dilemma volt. Kezdetben még a 2 ciklussal ezelőtti képviselőtestület fejébe az fogalmazódott meg, hogy még egy óvodás csoport kell. Amikor már mi lettünk a mostani képviselőtestület, akkor láttuk, hogy nem biztos, hogy az az út, hogy még az óvodába kell egy csoport, hanem ugye jobban tudunk játszani, meg ugye jobban ki tudjuk szolgálni az igényeket, hogyha inkább bölcsödét építünk mellé, és akkor jött ez a lehetőség, hogy ugye 19-től vagy 18-tól helyettes államtitkár úr el is mondta, hogy megnyíltak ezek a pénzforrási lehetőségek, hogy bölcsödéket lehet ugye építeni, illetve támogatást lehet rászerezni. És akkor így gyakorlatilag 21 végén adtuk be a pályázatot magát. Hát hosszabadalmas folyamat volt, mert ugye pont jött a válság,
gazdasági válság, amikor megnyertük a támogatást. Így a közbeszerzésnél kiderült, hogy nem elég a forráskeret, illetve volt egy problémánk, hogy ugye szintén a gazdasági válság miatt volt egy olyan helyzet, hogy gyakorlatilag a gázt vissza kellett mondani az intézményeinkbe, teljesen át kellett alakítani a fűtésrendszerünket, így az ide tervezett gázt sem igényeltük meg, hanem egy nagyon modern és automata pelletkazánt szereltünk be saját költségen az óvodába, és akkor az látta el ezt is. Itt természetesen a gépészetet át kellett tervezni, tehát ez még időt vett igénybe, de ezek után, hála Isten, roham léptekkel, nem egész egy év alatt kész lett ez a beruházás, úgyhogy tényleg kivitelezők, szolgáltatók, mindenki konstruktívan állt az egészhez, és precízen pontosan, néha idegeskedve, de elkészült és minőségbe készült el ez az épület. Lehőc Bata Ágnes nemrégiben csatlakozott az óvoda csapatához, fontos szerepet játszott az új kolléganők kiválasztásában. A januártól kezdtem meg itt a pályafutásomat, már belecsöppentem a bölcsöde előkészületekbe, illetve az építkezés folyamatába. Személy szerint rám elsősorban a szakmai élet kialakítása, a szakmai program megléte hárult, illetve nagy szerepem volt abban is, hogy a leendő kolléganőket kiválasszam, és egy megfelelő szakmai vezetőt tudjunk találni. Pályázat alapján vártuk a jelentkezőket, és miután a szakmai vezetőt megtaláltuk, utána vele együtt közösen választottuk ki a leendő kisgyermeknevelőt, illetve bölcsődei Dajkát. Próbáltunk nyilván a szakmai végzettséget is figyelembe véve, másrészt az emberséget, a hozzáállást, a gyermek szeretetet is figyelembe venni, hogy vajon milyen érzéseket vált ki belőlünk a leendő kolléga. Úgy gondoltuk, hogy ez nagyon fontos lesz a kisgyerekek körében is. Kedves kollégák! Kívánom nektek, hogy a következő nevelési évben sok örömötök teljen a Kaposztekcsői Csillagvirág óvoda és bölcsöde intézményében. Kívánom, hogy innovatív, aktív, szakmailag előrehaladó mindennapjaitok legyenek, ahol érezni fogjátok mind a gyermekek szeretetét, mind a szülők és a vezetők megbecsülését, támogatását. Jó munkát és élményekben gazdag nevelési évet kívánok mindenkinek!